Sziasztok, sziasztok! Osszátok a lájkot, kövessetek! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Lángolt kolbászt! Sziasztok! Paprikás lángolt kovász és mislit fogok sütni. Hello, tó. Sziasztok! Halitok! Nos. Azt mondja, hogy nos. Mindjárt. A lángolt kolbászt ráteszem a sült hagymán a sült paprikára. Egy kis roppanós virsli. Lángolt kolbász sütök erős paprikán, hagymával, dísztéllel. Tehát sziasztok, sziasztok! Nem, mert nincsen krumpli, elfejtettem venni, de tojással lesz lángolt kovászos virsli.
egy kis olívaolaj. Pont hívtak. Tehát megmutatom. Lángolt kolbász erős paprikával, hagymával. Lángolt kolbász. És miközben tehát olívaolaj, úgyhogy egyelőre ezt tudok gyerekek csinálni, mert úgy volt, hogy sült hús, de kicsit változott a terv. És egy kicsi erős pista. Jöhet. Egy kis sajt. Sziasztok, sziasztok! Akár. Igen, igen. Tehát igen. Közben sül. Pillanat, drágáim. Közben igen, ezt megtörülöm. Így, tehát sült a lángolt kolbászos vízli. Tojással lesz.
Igen. Tehát köszi gyerekek, addig hacsi jön. Nos, drágáim. Nos, gyerekek. Egy kis sajt. Nos. Igen. Tehát igen. Ezt egy kis kóstolásnak csak. Igen. Tehát ez ilyen sajt. És na. Utána. Ennek bár nem sok kell. Igen, ennek nem sok kell. Tehát tovább is ül a lángolt kóbászos virsli paprikával és rájtök tojást. Egy párat, megsül, és már kész is a kaja. Igen, köszi, Oksi. Igen, Madox Varga, igen. Igen. Igen, Müller, igen. Igen, Szalai, igen. Biztos finom lesz, igen. Közben tovább sül. Ez a dolog. És... Tehát gyerekek. Tehát lángolt kóbászos virslis paprikás lesz tojása. A tojás rajta, mert ennek nem kell sok a lángolt kóbásznak. Ennek nem kell sok. Már ütöm is rá.
Ráütöm a tojást. Is. Kész is a vacsora mindjárt, egy 10 perc. Tehát a vacsora mindjárt kész. Nos. Igen. Igen, igen. Tehát gyerekek, mindjárt kész is. Tehát... Mindjárt kész, kicsikéim. Lángolt kóbászos paprika, erős paprikával, tojás ráütve és sütve. Igen. Nos. Kész is. Azt mondja, hogy igen. Igen, gyerekek. Tehát Tehát igen. Na most akkor igen, Giri, igen. Igen, köszönöm. Igen, gyerekek, tehát tehát mindenkinek jó étvágyat kívánok. Thank you.
Azt mondja, hogy... Tehát ő... Így. Azt mondja, hogy ő... Igen. Itt vagy, drágáim, itt vagyok. Tehát ő... Takarítottam egész idáig, takarítottam. Tehát ő... Igen. Egy kis villa. Igen. Azt mondja, hogy... Tehát mindenkinek jó ételt, jó étvágyat kívánok. Tehát megmutatom nektek, jó étvágyat kívánok mindenkinek. Jó vacsorázás mindenkinek, és itt vagyok. Valójában igen. Tehát ide rakom a villát. Igen. Mindenkinek jó ételt ebből a kis sajttal. Sajtos, még sajtot is raktam köréje. Jó étvágyat mindenkinek. Tehát oksi. Rendben van gyerekek, tehát tehát jó étvágyat mindenkinek. Jó étvágyat mindenkinek. Jó vacsorázást. Igen, köszönöm. Hát na, megadtam valahogy a módját. Tehát mindenkinek jó étvágyat. Igen, mindenkinek. Valószínű hónap, de megírom Enikő Juhász, jó? Írjál rám Enikő Juhász. Tehát mindenkinek... Jó étvágyat, később mutatok egy praktikát a hajammal, mit, hogy lehetne vele csinálni, hogy lehet összefogni, és mint tanácsot is. Mindenkinek jó étvágyat!